Szép estét kívánok a Rivalda nézőinek határon innen és túl. Ma este egy olyan magyar zenekar jött el hozzánk Szlovákiából, akik egyedi és utánozhatatlan stílusukkal nem csak a magyar zenei életbe hoztak új színt, hanem ezzel együtt világhírre is szertettek, és teszik ezt mind a mai napig, immár 22 év óta. Hölgyeim és uraim, a színpadon a Gimes együttes.
szeretettel köszöntelek benneteket, és igazán nagy öröm, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Sokszor szerepeltetek már nálunk a Duna Televízióban, de azért megkérem Gyulát arra, hogy mutasd be a zenekar tagjait. Hát akkor jobbról balra, vagy balról jobbra. Ez mindig nézőpont kérdése. Igen, nézőpont kérdése. Zongora, nagyban Balázs, szaxofonon játszik Varga Bori, második szaxofonon, vagyis hogy szaxofonon szintén, Jalasi Péter, Szarka Tamás ének, hegedű koboz, doboknál pedig Szél Tamás, Fernando, billentyűs hangszereket pedig Kuncsavi. És te magad Szarka Gyula. És én magam Szarka Gyula. Igen. A fiatalok, már bocsánat, hogy így mondom, hogy fiatalok, de hát kicsivel talán másabb generáció vagytok, mint talán Tamás és Gyula. Ti mikor csatlakoztatok a zenekarhoz? Mert különböző időpontokban. Balázs. Mi ketten a Borival 2 évvel ezelőtt, november, 2004 novemberében egész pontosan jöttünk a zenekarba. Péter, te meg már jóval régebben itt vagy. Már 2001 óta, tehát 6 éve vagyok így gyakorlatilag. Fernando? Én körülbelül 1 éve, de olyan 3 éve dolgozom már együtt a Gimessel. Én pedig a zenekar 10. jubileumi hangversenyen Pozsonyba 94-ben, hiszem, tehát 12 éve. Emlékeztek-e arra a pillanatra, amikor először megérintett benneteket a Gimes, amikor még nem zenéltetek közöttetek, és még nem érkezett felkérés? Hogy emlékeztek rájuk? Ismertétek a zenekart? Én nem ismertem személyesen előtt őket, abban az időben jelent meg a Smaragdváros, tehát ez 2000 decemberre volt, és akkor a rádióban már hallottam a lemezről számokat, és aztán akkor találkoztunk először 2000 decemberében. Mert hogy egészen más területen zenéltetik, ha jól tudom, a csapat nagy része a fiatalabbak közül a jazz területéről érkezett. Amikor a felkérés jött, hogy hív a Gimes, hát különböző érdekes szituációkba keveredtetek, azt hiszem, hogy te félreértésbe keveredtél rögtön egy telefonhívás kapcsán, hogy akkor most hány éves a Szarka Tamás, ugyebár volt egy ilyen érdekes telefon, Bori meg rögtön hanyat vágta magát. Bocsát, ezt így hallottam, nem? Volt. Sőt, még a hangszeredet is eldobtad. Ilyetted be? Volt, hogy egy ilyen gyors étterembe találkoztunk először, és úgy volt kialakítva a padlózat, hogy egy ilyen szintkülönbség volt, de a járólapok ugyanolyan színűek voltak, és én ezt nem vettem észre, amikor miután megbeszéltük mindent, elindultam hátrafele X hangszerrel, és hátra hanyazatettem magamat, úgyhogy 5-en ugrottak oda segíteni. Előtte mondtál igent a felkérésnek, vagy utána? Hát nem is tudom, így egy... Tamás, hogy emlékszel rá? Végülis még az első megbeszélés volt, és akkor még se igen, se nem volt, hanem kaptunk azt hiszem egy demót tőled, és aztán utána a hanyatesés után tudom, hogy a parkolóban még kérdezte Borika, hogy és ha mindezek után még mindig érdekel az, hogy veletek játszok, akkor majd szóljatok. Hát aztán szóltunk neki, mert úgy gondoltuk, hogy ettől már csak jobb lehet. És Balázs, te nálad hogy volt ez a bizonyos telefonhívás? Ez úgy történt, hogy megkeresett a Tamás telefonon azzal, hogy mondhatok számokat? És hát, és hát, hogy, tehát, hogy... Milyen szám? Hogy 64... Arról szólt a dolog igazából, születe? Hogy ki mikor született. Igen, én kérdeztem, hogy hány éves, ugye? Hogy hány éves vagyok, és mondom 27, vagy akkor még, ja nem, akkor még 25 voltam. Tehát lényeg az, hogy 79-es voltam akkor is. És a Tamás pedig azt mondta, hogy ő 64. És mondom, 64 éves, milyen fiatalos a hangja. Aztán kiderült persze, hogy 64-es születés. Csak 63-ban. Csak 63. Egy hétig gondolkodtál, hogy érdemes ezt a fantasztikus nagy repertoárt megtanulni? Igazából ez a Tamás gondolta, hogy ez így történt. Nem. Említettem, hogy mindannyian más területről jöttetek, amikor a Gimes együttesbe beléptetek. Mekkora váltást kellett magatokban eszközölni ahhoz, hogy felvegyétek a ritmust velük? Csaba, Fernando. Én egész eddig szórakoztató zenét játszottam, hát nagyon érdekes volt, más stílusú, de hát hiszem, hogy megoldottam a dolgot, és hát érdekes ez gördülékenyen ment? Mert az ember az gördülékenyen ment? Igen, hát de talán erről, hát a Gyula tudnának majd többet beszélni. Majd őket is megkérdezzük, persze. Hát más stílus. Gördülékenyen. De csak azért is gördülékenyen a Csabával, mert lassan épült ez át, hiszen egyszer csak 2-3 számba szerepeltél, aztán egyre többbe. Igen, első években ritkán. Igen. És aztán így lassan épült a végig is a zenekarban. A koncertről csak 2-3 számba játszottam, tehát a elejével. És hát fokozatosan épültem be a zenekarba.
És rajtatok Gyula és Tamás változtatott valamit az, hogy hát néhány évvel fiatalabbak érkeztek az együttesbe, egészen más területről, másfajta talán habitussal is. Hogy éltétek meg ezt a váltást ti? Nekem nagyon furcsa volt, mikor Tomi jött az ötlettel, hogy a szaxofonos az női szaxofonos lesz, egy hölgy lesz, akkor nagyon furcsa volt számomra, hogy tényleg komolyan gondolja-e. De aztán, hogy az évek teltek, rájöttem, hogy nagyon jó választás volt, és de egyébként is mind, akikről beszélünk, hát nagyon jó hatással van, legalábbis én rám, de szerintem a Tamásra is, mert hát egy új lendület van a zenekarban, egy friss, jó, dögös, jó hangulatú, jó kedvű, nevetős társaság, és hát így jó zenélni szerintem a színpadon. Hogyha... Fiatalodtatok ti is? Persze, nem kellett, de egyébként még fiatalodtunk, igen. Mi a Gimesnek a stílusa, a hangzásvilága, hogyha egy-egy szóval meg kellene fogalmazni? Lehet egyáltalán kategorizálni mondjuk a Gimesnek a stílusát? Tamás. Én szerintem nehéz, mindenképpen kell. Általában szeretik a zenészek azt mondani, hogy mi nem férünk bele sehova, mert egészen különálló kaszt vagyunk, meg különálló stílust alapítottunk ebben a szent pillanatban. Általában ezt mondja mindenki. Hát most én is ezt tudnám csak mondani, de nehéz ezt nekem pont mondani. Azt mondják rólunk, mások is, hogy ez új, hogy ez más. Tulajdonképpen abban új, hogy régi és új keveréke. Hát mi természetesen a nagyon régből táplálkozunk, és a mából is táplálkozunk. Mi kijártuk az iskolát, ugye 10-12 évig táncházakat játszottunk, éjjel-nappal. Mondhatnám azt is, hogy reggel, délben és este. És ezután mi a saját nyelvünké kaptuk a magyar népzenét, és ezzel a nyelvvel mondjuk el zenében a saját gondolatainkat. A legtöbb zenekar ragaszkodik ahhoz, hogyha megtalálta a saját egyedi hangvételét, akkor azon a jól bepróbált úton halad végig. Nálatok azonban 2005-ben volt egy hatalmas változás. Mi okozta ezt? Nem volt az hatalmas változás, nem tudom, mire gondolsz, hogy... A stílusotokban egy kissé... 2005-ben? Igen, hát körülbelül egy éve, egy-két éve, igen. Én nem vettem észre, mert hogy a hangszerek nagy részben ugyanazok, és továbbra is, hát 7-8-ban is írunk. Én nem vettem észre ezt, hogy hatalmas lenne a változás, de ha hatalmas is volt, még ha nem is, hát tudatosan semmiképp se csináltuk ezt, hogy hatalmas legyen a változás. Hát a közönségünk, én úgy tudom, azok az emberek, akiket látok az elsősorban, itt voltak, ott voltak 5 éve is, úgyhogy eljöttek. Nem tudom, zeneileg szerintem, hát azért ügyelünk, hogy egget rengetően, homlok egyenest, más, ne játszunk holnap, mint ma, mert egyrészt semmi értelme annak nincs, másrészt meg nem akarjuk megtagadni egy évvel ezelőtti önmagunkat, zenében se. Aztán meg persze természetesen arra vagyunk ítéltetve mi, hogy azt csináljunk, amit akarunk. Mert nekünk 15-20 évig senki nem mondta meg, hogy mit csináljunk, és akkor így ezek után se most már nem mondhatja meg senki, hanem ránk van hagyva, tehát éppenség eljátszhatnánk mi holnap rock'n'rollt is, ez rajtunk áll csak kizárólag, mi nem fogunk. Arra utaltam, hogy folyamatosan megújultok, hogy nem ragadtok bele abba a zenei stílusba, hanem mindig hoztok valami új szint, erről majd beszélgetünk később, előbb azonban pillantsunk bele egy tavalyi koncertfelvételbe, amely az A38-as hajón készült. Szembe nézlek, hallgass el. Annyit mégis mondjál el, megmaradsz, ha enni kell, hogyha bírni kell. Városok fordulnak el, óra rugók fognak el, édes lángot hagytak el, s gyakran hangzik fel. Ide-oda harcoljunk, még hegyeket is elhordjunk, együtt kéne érkeznünk, tengert éreztünk. Annyit én is megmondtam, látsz még élve, s látsz holtan, nem lehet a többit még tudni mindenki. Együtt
Szavazzunk egy álom, a világon, a világon. Annyi út van, mennénk az egész világon. Városok, ó, útak el, órarugók, koptak el, édes lángok, vagykak el, s gyakran és elhordjunk, s együtt ide érkeznünk, tengert éreznünk. Még ide-oda harcoljunk, még hegyeket is elhordjunk, együtt ide érkeznünk, tengert éreznünk. És elhordjunk, s együtt kéne érkeznünk, tengert éreznünk. Még ide-oda harcoljunk. Tamás, az imént említetted, hogy a Gimes számára mennyire fontos a függetlenség és a szabadság, és itt van velünk Brádi Márton, aki számára legalább ennyire fontos ez a két fogalom, olyannyira, hogy megalakította jó néhány évvel ezelőtt a Showtime Budapest nemzetközi koncertügynökséget és produkciós irodát, aminek az ügyvezető igazgatója vagy. Amikor megalakítottad, akkor még nem volt a te képedben, úgymond a Gimes együttes. Nem, magyar zenekar egyáltalán. Egyáltalán nem volt, csak 15 éves korod óta. Talán örülhetek, vagy büszkeletek arra, hogy olyan magyar zenekarral dolgozok, akivel szeretném. Egy kicsit furcsa volt talán az, hogy a legnagyobb nemzetközi együtteseket hoztad ide Magyarországra. 15 éves korod óta készültél arra, hogy egyszer itt Magyarországon lásd a Rolling Stones együttest. Aztán hogy keveredtek mégiscsak a fiúk hozzád? Illetőleg nem is tudom, hogy ki kereste meg a másikat. Na most próbáltunk találgatni a 90-es évek végén. Közös barátunk, Földes László mutatott be egymásnak. Azt hiszem, egy hobó koncerten lépett fel a zenekar, és gyakorlatilag ott indult a munkakapcsolat is, és utána a barátság. Mi a munkakapcsolat lényege? A munkakapcsolat lényege az az, hogy, hogy nekem nagyon fontos volt, hogy ha már 15 éve külföldi zenekarokkal foglalkozom, akkor akik magyarok, akkor a azokban valamilyen minőséget mindenképpen meg akartam találni, és az azt hiszem, hogy össze is jött. Gyakorlatilag a Hobo Blues Band és a Gimes az, akik inkább a barátság talaja, közös talaja miatt kialakult munka lassan, most már akkor 10 éve. És mire terjed ki ez a munkakapcsolat? Gondolok itt arra, hogy a koncertekről, illetőleg a CD-kről jó lenne szót ejteni, mert hogy már 3 CD az, ami megjelent a te ténykedésetek, de tehát a közös ténykedésetek alatt. 3 vagy 4, de nekem azt hiszem mégis a koncertek a fontosabbak. Nagyon-nagyon elszomorítja, hogy a magyarországi könnyűzene vagy zenei piac alakul, és én úgy látom, hogy egyre inkább eljutunk oda, hogy a koncert lesz az egyetlen mérőszám, mivel egy zenekart meg lehet mérni, ami egy zenekart igazából a helyére tesz. És nagyon fontos dolog, hogy talán közös munkával most már egész nyugodtan elmondható, hogy fizető nézőszámban a Gimes az a top 10-ben van Magyarországon, ezt most így végig számoltam, és biztos. És ennek nincs köze a lemezeladáshoz. Én tényleg úgy gondolom, hogy a színpad és az élő koncert az egyetlen egy, ahol nem lehet hazudni. Onnan lejön a zene, és még egy nagyon fontos, hogy a színpad és az élő koncert az, amit nem fognak tudni soha hamisítani.
letölteni, stb. Ehhez képest egy kicsit talán furcsának véljük azt, hogy a Gimest kevesen halljuk rádiókban. Talán egy vagy két rádió, hogyha játssz a dalaitokat. Ez minek köszönhető? Hát igen, erről lehetne talán regényeket írni. Rossz felé teszem fel a kérdést? Nem. Nem tőletek kellene megkérdezni. Hát Isten igazából mi... Tovább egy másfél órátuk, akkor megbeszéljük. Kereskedelmi médiák problémakörét Magyarországon. Persze, és nem is úgy néz ki, hogy lesz olyan rádió, ami játssza ezeket a fajta zenéket. Úgyhogy ez tényleg a koncertpódiumra szorul, és olyan jó értelemben lesz marginális, hogy soha nem fog a kereskedelmi főcsapásba belefolyni. Nem Változott-e a koncertetek minősége, mióta együttműködtök? Hogy látjátok ti? Igen, mindenképpen. Egyébként, hogy még visszatérve az előző gondolatra, annyit mindenképpen elmondanék, azért mert ezt el kell mondani, hogy van azért üdítő kivétel, egy-kettő, és nyugodtan mondhatom, azt hiszem, hogy például a Kossuth Rádió, vagy a Petőfi, amelyik játssza a dalainkat. Duna TV. Ja, Duna TV. Én hallgattam diszkréten. Hát, ha már rádiókat kérdezték. És egyébként meg a koncertünk meg egyrészt folyamatosan változik, másrészt meg... Hát, én mindig úgy gondolom, hogy valami bődületes nagy önbizalom van bennünk, van bennem, de mégse volt elég nagy, mert azért ahhoz a Brádi Marci is kellett, hogy ez még nagyobb legyen, mert hogy amikor mi nekifogtunk ennek, hogy bevesszük Magyarországot, meg Budapestet, és megmutatjuk magunkat, és megmutatjuk, hogy mi az a jó zene végre, azért mi például a BKK-ban, a kongresszusi központban nem gondolkodtunk akkor, és eszünkbe se jutott volna. És akkor jött a Marci, és azt mondta, hogy hát persze, hogy természetesen a BKK való nektek, és elvisztek benneteket oda. Hát mi meg azt mondom, Marci, hát nem tudom, mennyire ismerette ezt a társaságot, és hogy egyáltalán ezt a zenei életet, és mit gondolsz te, hogy gondolom, így beszélgettünk magunkba hazafelé, hogy hát, és akkor nem, hogy egy lett, hanem mindjárt kettő, tehát ő jobban tudta ezt. És aztán itt kaptunk még tőle önbizalmat, ha valami még fért belénk, hát akkor ő azt megadta ezekkel a koncerthelyszínekkel. Vannak ugye művészek, akik azt mondják, hogy én egy elképesztően nagy művész vagyok, és csak a színpaddal, csak a lelkemmel tudok foglalkozni, és mindenféle racionális gondolatokra, illetve úgymond hétköznapi gondolatokra képtelenek, vagy pedig divatból csinálják azt, ők nem olyanok. Tehát a Tomi ugyanúgy, amikor meghal a színpadon, utána fél óra múlva már egészen emberi dolgokról is, és üzleti és egyéb dolgokról is lehet vele beszélni. Tehát azért ez ritka. Ezt tudom, hogy főleg az úgynevezett alternatív zenekaroknál ez egy pósz, hogy nem lehet racionális dolgokról beszélni, velük lehet, tehát ez is jó. Most én is megpróbálok racionális dolgokról beszélni, a legújabb szerelmetekről, a Messze repülő CD-ről. Ezt mutassátok be, milyen gondolatok köré fűztétek ezt a CD-t? Hát... Jaj. Nehéz összefoglalóan pár az igazság, hogy tehát amikor az ember neki fog lemezt csinálni, akkor persze alapvetően azért nem úgy megy neki. Gondolom én, a legtöbben így vagyunk zenészek, hogy gondolatok köré fűzzük, hanem vannak ötletek, vannak szép hangulatok, vagy erős hangulatok, gyors és lassú hangulatok, vagy jó muzsikák, amik megfogják az embert a saját fejébe, valami megjelenik, és azt megfogalmazza így vagy úgy, de nem akarva már újat adni, vagy nem tudom, teljesen homolok egyenest saját magával, vagy pedig azzal a zenei világgal, amit addig képviselt, vagy pedig egyáltalán, amit képvisel a zenei élet Magyarországon vagy Európában. Semmi ellen menni, semmi mellett nem menni, hanem csak úgy egy nagyon jó zenét írni. És mi így fogtunk neki ennek a lemeznek is. És általában ugye két éven adunk ki új lemezt, eljött az idő, és akkor Gyulával elindultunk a stúdióba, és akkor... Mindig megkérdezik, hogy ez a lemez most miért lett ilyen hangulatú, meg hogy ennek van-e koncepciója. És ez tényleg, ez nincs semmiféle koncepció, hogy úgy lemezt csinálunk. Nyilván, hogy a zenét mi írjuk, ezért azok a lemezek, amik előtte voltak, azok is hasonló hangulatban íródtak.
nyilván, hogy mindig újat akarunk saját magunknak is csinálni, és a közönségnek is persze, nem akarjuk magunkat ismételni, ezért aztán mindig új zenék és más hangulatok jönnek, és ez nem tudatos, tehát tényleg, ahogy a Tamás is mondta, hogy vannak zenék, vannak új zenék, és ezeket megcsináljuk, és akkor ezek megszólalnak, és bizonyára, és szerencsére mindig másképp szólalnak meg, mint az előző lemezen. Akkor szólaljon meg most nálunk a Csengő Csángó, de mondjatok róla valamit. Ajánljátok ti szerintem a nézőknek. A Csengő Csángó az a dal a lemezen, ami miatt én ideges voltam 3 hónapig, mert 3 hónapig csináltuk a lemezt, és végig nem voltam nyugodt, és mindig a Gyula is rágta a fülemet, hogy mi van Tomi, akkor már hány számmal vagy meg, és akkor hogy lesz, és hány szám lesz tulajdonképpen a lemez. És Gyula, ne számoljuk még össze, mondom, 1-2 hónap eltett, még ne számoljuk, mert állandóan tudtam, hogy egy Csángót akarok csinálni, de még nem volt, meg 20 utolsó pillanatig. És akkor, tudom, egyszer egy péntek este, akkor már hegedű szólók fő voltak rakva, a dob is megszületett, de még az egészben nem volt semmi, így össze-vissza a sávokba állt minden. És akkor egyszer nem mentem le vacsorázni a stúdióba a Fandiéknál, hanem akkor megírtam rá a szöveget, és akkor született meg ez. Tehát ez a dal idegesített engem a legtöbbet, hogyha így mondhatom, mert hogy állandóan attól tartottam, hogy nem kerül rá ez a hangulat a lemezre. Nekem ez hiányzott volna, és így rákerült. Rákerült, úgyhogy most ezt halljuk.
Csángók után irány a Felvidék, zene után pedig a színház. Szeretettel köszöntöm itt körünkben Tóth Tibort, a Komáromi Jókai Színház igazgatóját, Vérnász, mégpedig Szarka Tamással, mint Hold. Némi magyarázatra szorul ez. Hát ennek egy nagyobb előélete van. Én a gimest még a 90-es évek közepetáján kerestem meg ezzel az ötlettel, akkor én még Kassán voltam művészeti vezető a Kassai Tália Színházban, és hát nekem a Vérnász az évek óta, tehát 10 éves koromtól szívügyem, amióta úgy gondoltam, hogy én színész szeretnék lenni, vagy színházat szeretnék csinálni. És amikor lehetőségem volt rá, akkor arra gondoltam, hogy miért ne hazai alkotók vegyenek ebben részt, és mivel én úgy gondoltam, hogy a gimesnek a zenéje valamilyen formában kötődik a lorgai világhoz, ehhez a balladisztikus világhoz, megkerestem őket akkor, de ez valamilyen formában akkor nem jött létre. És Komáromba vetett a sors, igazgatóként jelen pillanatban, és újra előbukkant a Vérnásznak az ötlete. És akkor újra megkerestem a gimest, konkrétabban Tamást, találkoztunk a Nyitrai Színház büféjében, odaadtam neki a szövegkönyvet, elolvasta, aztán elveszítette, vagy nem tudom, mi történt vele, és akkor sem tudott létrejönni Vidnyánszky Attila rendezésében, és hoztam rá egy új rendezőt egy évvel később, és akkor bemutattuk az előadást. El kell mondjam, hogy én egy ilyen kicsit mega produkcióban gondolkodtam. Én úgy gondoltam, hogy az egész gimes zenekar ott lesz, és a lagzienletben verik majd a port, szól a zene, tehát egy hatalmas megaprodukció lesz. Görög László rendező ezt másféleképpen gondolta, konzultáltak Tamással. Én már csak a kész zenét hallgattam meg, annak idején az irodánkban, a próba folyamat kezdete után, és hát be kell, hogy vajon végigfutott a hideg a hátamon tőle, és azt mondtam, hogy na ez az, ami egyedivé fogja tenni a Vérnász című produkciót, és letisztult, stilisztikailag teljesen egyedi előadás jött létre. Nagyban hozzájárult természetesen ehhez a Tomi zenéje. Te vagy a Hold a darabban, és azt hiszem, bár lehet, hogy csak én gondolom így, hogy ez nagyon jól szimbolizál téged, hiszen a Hold az a fogyó, dagadó, folyamatosan változásnak a szimbóluma. Te nem ijedtél meg ettől a felkéréstől, ha most a zenei részét levesszük? Először nem, mert először nagyon tetszett a dolog, aztán a végén is persze, de közte voltak azért olyan állapotok, hogy zene. Vérnász, persze, elolvastam. Fú, na, ez nagyon jó. Nagyon hasfájó. Jó lesz ez nekem. És akkor nagyon fáj, de nagyon fájni tud majd az egész. Különben meg vibrál, és tényleg fantasztikus, és tulajdonképpen egy hosszú, gyönyörű vers a darab, amit én szeretek különben is, és a világ közel, a spanyol világ egyébként is közel áll hoznám. Nem is tudom, hogy miért. És írtam a zenét, és akkor és mondta Tibor is, mondta Görög Laci is, hogy de kellene bennem azt énekelni is, hát mondom, jó, bemutatót lehet, hogy elénekelném, de aztán playback és a vagy vendégek, vagy más zenész, akkor hívjunk majd, szerezzünk, fel is hívtam egy gitáros fiút, hogy nem vállal, mondta, hogy vállalja, azóta se hívtam még vissza, és hogy akkor egy dalt, vagy egy két dalt, jó, hát a két dalt el fogok énekelni, és akkor de maradjak benne az előadásba, és minden előadásban énekeljem azt a két dalt. De ehhez képest az lett belőle, így aztán, hogy nem két dal, hanem 3, 4, 5, 6 dal, és végig ott vagyok a színpadon, elejétől a végéig, először súlyosan háborogtam is, hogy mikor fogom kifújni az orromat, mert a Hold ne fújja ki az orrát, és lehet, hogy szentsen ebbe a darabba. Én meg akkor éppenséggel a főpróba héten ezzel is küzdködtem. Lényeg az, hogy aztán kezdtem, akkor kezdtem megérni, amikor tényleg oda lyukadtunk ki, hogy én majd színész is leszek, mert a Görög Laci adott nekem 2 A4-es oldalt, hogy ezt meg aztán el kell mondani. Aztán akkor úgy azt, hogy eszembe jutott, hogy nagyon sok mindenre foglalkozott, hogy én már színész, nehogy legyek most per pillanat, majd pár év múlva lehet, hogy de most nem, a sok profi között. És aztán mondom, hogy megzenesítem ezt a 2 A4-es oldalt, és akkor ezt is majd elénekelem. Ez egy párbeszéd volt egyébként,
a kis halállal, és akkor mondom, lesz egy duett, és akkor így aztán jelenek, elénekeltük ketten ezt a zenét, én megúsztam a szöveget. Nem annyira úszod most viszont meg, mert most gyorsan megmutatunk egy részletet ebből. Az mindenképpen hozzátartozik az egészhez, hogy mikor aztán megijedtem, és aztán mégis megnyugodtam a bemutató után, és az egész hét alatt hogy hívjátok ti ezt, milyen hét? Főpróba hét, amit én azt se tudtam, hogy az micsoda. Én azt hittem, hogy ott vagyunk háromszor egy héten, de nem, reggeltől estig egy hétig. A lényeg az, hogy én borzasztóan beleszerettem a színházba, beleszerettem a Jókai Színházba, csodálatos környezet, messziről mindig is izgatott ez a dolog. Borzasztó elfogult vagyok, és nagyon könnyű nekem színházat eladni, mert minden tetszik. Na de itt így, ez a büfé és a színfalak mögött, és az egész hangulat, és én megmondom őszintén, azt el kell mondanom, hogy nem vártam, és ez lehet, hogy bután is hangzik tőlem, de őszintén elmondom, hogy nem vártam én egy ilyen profi környezetet, ilyen nagy elánnal dolgozó társulatot, nagyon oda teszik minden egyes előadáson. Csodálatos, és ezt ide a szemébe is nyugodtam, még nem mondtam neki, egyébként most elmondom, hogy akkor a televízióban, hogy egy csodálatos társasággal dolgozik, és igen jó ott dolgozni, bárki oda jön, jól fogja magát érezni. Nem csak ketten dolgoztok Tiborra, hanem Tibor dolgozik Gyulával, és hiszen nem olyan régen érkeztetek meg, Balatonfüreden voltatok egy csodálatos koncerten, erről hadd halljunk, Gyula. Hát, Bor és a lányka. De a bor, a vagy lányka és a bor? Elsősorban a bor. Elsősorban a bor, igen. Hát igen. Aztán megint a bor. És aztán egy kis lányka. Tehát mi ez? Hát én csinálok egy lemezt most, ami tulajdonképpen a borról fog szólni. Tulajdonképpen bordalok. De hát persze azért ott van mindig a nő, ott van a lány is, azért a bor mellett nyilván. És tulajdonképpen ez is a címe a műsornak. Hát arra gondoltam, hogy én legalábbis arra gondoltam, hát nagyon szeretem a bort magyarul. Arra gondolt, hogy szereti a bort. Arra gondoltam, hogy nagyon szeretem a bort már régen. De nem csak a bort, hanem a borkultúrát. Mert hiszen ez egy csodálatos kultúra, ami Magyarországon most újra virágzott, hiszen ez volt is egyébként. És most az utóbbi években ez olyan kicsúcsosodása van, ami azt gondolom, hogy a legjobb borok közé emelte magyar borokat. És hát ahogy lapozgattam Petőfinek a verseit, én rájöttem, hogy Petőfinek a iszonyatos sok verse szól a borról, meg az ivásról, meg egyáltalán. Ugye lehet kultúráltan is inni, meg egyébként másképp is lehet inni,
De hát ez így is sikerül, meg úgy is sikerül, és ezt Petőfi nagyon hitelesen leírta, és rengeteg verset írt ilyet. És azt gondoltam, hogy én szeretem ezt az egész kultúrát, ezt meg is kéne érdekelni. És ezért alakult egyelőre, még a lemez nem kész, most készül, de már annyira türelmetlen voltam, hogy csináltunk egy ilyen kis kamara jellegű előadást, és akkor többek között a Tibort hívtam el, hogy ne csak énekeljek, hanem szólaljon meg prózában is néhány olyan vers, amit ő el tud mondani. És ezeket el tudta mondani, és akkor ettől nagyon jó lett ez előadás. Kicsit a zenei feladatokban is részt kellett vállaljak, és hát valahogy úgy éreztem magam, mint a Tomi a Vérnász prózai jeleneteiben, bár nekem is voltak már irodalmi jellegű műsoraim, de ez valahogy más feladat volt, és hát kevés idő volt rá, kicsit féltem, meg kell mondjam őszintén, tehát ez egy ilyen premier volt, ez egy ilyen előbemutató volt, de nagyon jól éreztem magam, tehát nagyon színvonalas zenét írt ezekhez a versekhez a Gyula, és számomra az a kor, az a zenei kor, amivel ő ezt megközelíti, nagyon, nagyon közel áll. Tehát a népi jellegű, a népi hangszerek, a reneszánsz, már vannak benne reneszánsz motívumok is, ugye. Gyulánál nem ismeretlen, hát az Alkó után, Balassi versei után, persze. Petőfi, mi a következő? Vagy ki a következő? Vagy még nincs ilyen titkos tervünk? A titkos tervem az, hogy ezt a Petőfi lemezt befejezzem. És aztán gyere a gyerek műsor. És aztán persze, igen. Igen. Itt van három felvidéki fiatalember azért. Én azt gondolom, hogy adjunk egy kis teret, meg egy idő, egy pár percet azért nézőinktől is. Kérünk arra vonatkozóan, hogy a felvidéki magyar kulturális életet, ha dióhéjban itt összetudnátok foglalni, talán kevesebb tudunk, vagy kevesebb jön át hozzánk, mint amilyen Pezsgő is, hiszen itt mindenki mindenkivel dolgozik különböző területeken. Hát igen, hát ezt... Ha valaki, akkor a színház tudná valahogyan begyűjteni ezeket a felvidéki értékeket, ugye? Hát azt azért el kell mondani, és ez gondolom nem a felvidéki kultúra szégyene, valamivel szegényebb, mint mondjuk az erdélyi kultúra, de hát ez evidens, tehát kisebb területen, kisebb létszámban élünk, viszont vannak nagyon komoly értékei, akár a zenei világban, akár a képzőművészetben, akár az irodalomban. Tehát mondjuk egy határon túli intézmény, gondolok itt a színházra, az akkor tud egy sajátos arculatot nyerni, hogyha a saját régiójának az értékeiből, kulturális értékeiből próbál meg építkezni. Azért szólítottam meg őket annak idején, én is, hogy legyen ez egy sajátos, ne egy valahonnan hozott előadásnak a másolata, hanem ez egy sajátos, egy egyedi és egy felvidéki arculatot képviselő történet. Megpróbálunk dolgozni saját tervezőkkel és saját képzőművészekkel, saját rendezőink is vannak, bár kevés létszámban. De úgy gondolom, hogy ezeket begyűjtvén, ezeket figyelvén azért tudunk a felvidékre jellemző egyedi produkciókat létrehozni. Én azt hiszem, hogy panaszra semmi jó, hiszen éppen ez a felvidék termelte ki, ha lehet ezt így mondani, termelte ki a világhírű Gimes együttest. És hogy mi lesz holnap után, azt most meghallgatjuk.
meg lázán bolcsőt át, sírva hív kínnal kínál, kék lángból hídat csinál, sírva hív kínnal kínál, kék lángból hídat csinál. Ha bennetek van a kutya vér, akkor hol a folytatás? Egészen konkrétan arra gondolok, hogy sokan sokfelé kérdezik, tanítónők, óvónők, mikor, milyen formában látható, hallható az új gyermek CD lesz-e? Hát végül is nem olyan régen jelent meg az új lemez, tehát a bennünk van a kutya vér után megjelent tavaly egy új, aminek az a címe, hogy Csak a világ végre, és hát ezek hasonló hangulatban folytatódnak, vagyis hogy zajlanak ezek a koncertek, mint eddig is, mert ezt nagyon régen csináljuk ezeket a koncerteket. Miért fontos nektek, hogy a gyermekközönséget megcélozzátok? Hát igazából ez így alakult, hogy lettek. Tehát, hogy valamikor, amikor Nyitránra jártam még főiskolára, akkor jártunk ki falukba énekelni gyerekeknek, mert azt mondták, hogy nagyon kevés a magyar iskolákban a gyerek, és hogy azért ez még talán egy kicsit azért mélyíti azt, hogy legyen magyar kultúra ott valamilyen szinten, és ebből maradt ez, hogy aztán Gimes együttes is fölött a repertoárba, hogy ezt énekeljük, és később... Mondhatni, hogy hamarabb voltak gyerekműsorok, mint maga a Gimes. Igen. Mert én tudom, hogy én még nem jártam Nyitrára, amikor te már 82-ben, azaz 24 éve, te már mentél iskolába, meg Báb színház Báb mellett. Báb színház volt, igen. És ott meg gitározott, és énekelt, és aztán mondtam neki később, hogy ezzel komolyabban is foglalkozhat. Akkor elképzelhető, hogy akik annak idején a gyerekkoncerteken részt vettek, ma már a gyerekeikkel jönnek a koncertre? Vannak ilyen régi lelkes rajongók? Egyébként mennyire másképp álltok egy ilyen gyermekkoncerthez? Más a hangulata, gondolom, a koncerteknek. Hát az egy jó buli egyébként a gyerekkoncert. Azért is, mert nem akarjuk tanítani a gyerekeket, és nem akarunk egy ilyen nagyon tudálékos koncertet csinálni. Mert azt mondják, hogy egy ilyen hangos
zeneóra, ez sem igaz egészen. Arról szól a dolog, hogy én észrevettem, én tanítottam szintén kisiskolásokat, és nyilván zenét, zeneoktatást, és azok a dalok, amik szerepelnek az énekzene könyvekben, azok így, ha elénekeljük és megtanuljuk az órán, az elég sápadt, elég visszafogott dolog, és nem igazán szólal meg. És aztán arra gondoltam, hogy ezek a dalok lám, ezek megszólalnak hangszerrel, és ezek nagyon jó, ha megszólalnak hangszerrel, és hogyha ezeket így elénekeljük a gyerekeknek, azok a kapásból ezeket a dalokat tudják velünk énekelni, annál fogva, hogy ezeket megtanulták már. Így ebből az egészből észrevétlenül egy olyan hangos koncert alakul, hogy csak. És a gyerekek észre sem veszik, és velünk éneklik ezeket a dolgokat, bármilyen más dolgokat. Tehát, és azért fontos ez egyébként, én azt gondolom, hogy a gyerekeknek énekeljünk, és együtt énekeljünk, mert így nem tudatosan, nem kell belég gyömöszölni, hogy ez magyar népdal, és ezt neked meg kell tanulnod, mert te magyar vagy, hanem úgy tanulják meg ezeket, hogy teljesen szinte öntudatlanul, és úgy alakul, és úgy került beléjük ez a kultúra, ez a magyar kárpát-medencei kultúra, hogy ez mindenféle erőszakos ráhatás nélkül. És úgy éneklik velünk, hogy abba se karják hagyni. Tehát ezért ez nagyon fontos, hogy nyilván másféle kultúrák, amik özönlenek be a kereskedelmi csatornákból, ugye, azért most már egyre fontosabb, hogy azt a fajta kultúrát megismerjék és valamilyen szinte megszeressék, ahol élnek. Hát hiába akar az eredeti szakmátokat mégsem hagytátok ott. Köszönöm, folytatjuk az Életvízzel. Bírsz-e szeretőt, meghalnál-e érte? Érted remegőt, sírba zár a térde? Bírok egy pihegőt, könnyemből kér a vére. Számban édes íze. Sárgul-e a mája? Álmod erejét megmarná a szája. Bírok pár szomorút, ám fönnszállok hiába.
sugara feltáncolnál rája. És bírok tüneményt, és ígér bűbája. És halkan fáj a sugara, és feltáncolnék rája. Színház, zene, versek, azt hiszem, hogy mondhatni rólatok, hogy igazi reneszánsz emberek vagytok. Azt talán kevésbé tudják, de én most rögtön meg is mutatom nézőinknek, hogy az önálló verses köteteden te magad festettél. A jót és a rosszat. De ez egy régebbi persze, ez a, igen. Ez a kréta, eredetileg ez kréta. Ez jóval régebbi. Csupán a sokoldalúságodra célzok, hogy nem csupán írsz, zenét szerzel, énekelsz, játszasz, hanem még festesz is, és még mi minden van a tarsolyodban. Mennyi festményed van? Hol vannak ezek? Láthatjuk-e? Mikor láthatjuk, ha igen? Hát van, 3-4 talán van, de nem tudom pontosan a helyüket sem. Az egyiknek például nem tudom, hol van. Viszont nagyon sok van a fejembe, úgyhogy ez még nem látható. Mikor festesz például? Ha csak nem az, hogyha az ördög, ha megoperál, akkor van egy ilyen dalom. Most csak ezt önmagamat idéztem. És akkor lehet látható egyébként, de szerintem lesz rá időm. Úgy tippelem, hogy lesz rá időm, hogy én ezt majd vászonra vessem. Mi az, ami motivál téged ilyenkor? Az öröm, a búbánat, vagy mi? Kifejezni valamit? Hát gondolom, hogy elmondom. Van valami, amit Szarka Tamás nem tud zenével, verssel kifejezni? Hát tudod, az természetesen úgy gondolom, hogy azért a vizuális eszközök, azok azért vizuális eszközök, mert hogy speciális erejük van, úgy hatnak, behunjuk a szemünket, akkor behunyt szemű embernek sokat el tudok mondani zenében, versben. Viszont képben nem. Valamit muszáj megkérdeznem most, ha itt a behuny szemről beszélsz. Csukott szemmel játszasz a koncerteken. Milyen képek peregnek benned le? Hát... Jaj. Persze, olyanok is, igen. És amolyanok is. Persze, hogyha nagyon éhes vagyok, akkor akár egy sonka is leperdül előttem. De aztán meg persze... A többi az meg titok. Ez a saját titkod. Igen, nem... Persze, én film, vannak filmjeim, igen, akkor van, ami pörög ott, de alapvetően nem azért hunyom lesz, hanem hogyha lehunyom, ez csak később vettem észre, hogy ez így van egyébként, és nem is mindig teszem ezt, csak hát sokan szóvá tették, hogy ez egyrészt jó, másrészt miért van így, és hanem egész egyszerűen sokkal jobban lehet koncentrálni, hát jobban lehet befelé figyelni, mert nem zavar a kép, ami kint van, és akkor az ember tud befelé figyelni, tudja figyelni azokat az embereket, akik vele együtt zenével beszélgetnek, tudom jobban hallani őket, nem véletlen az, hogy ha nagyon figyel valaki, akkor nem lát jól. Mint a süket fajd, ugye, amikor kiabál, akkor nem hall jól. Tehát gondolom, hogy ez azért van, hogy megpróbálja az ember szűkíteni azt az érzék szerveinek a számát, hogy lehetőleg csak a füle, a tapintása legyen jelen. Tömegek járnak a koncertjeitekre, idősebbek, fiatalabbak. Hát ha lehet így mondani, jobbról-balról egyaránt, tudva levő, hogy ti nem politizáltok, ugyanakkor zenével ugyanúgy lehet politizálni. Volt egy gyönyörű szép gondolatotok, hogy eltört Magyarország több felé, s mi sírva próbáljuk összeillesztgetni a darabokat. Mi ez, ha nem
politikát, mondjam így? Egyfajta hídszerep vagy? Tamás írta ezt, nagyon szépen megírta, de ez egyébként szerintem nem politika. Ez nem politika, hanem az, ami történik körülöttünk. Hát végül is, ha szerintem, előbb is éppen valaki kérdezte a büfében, hogy az egyik dal, a Terem lakó, az az aktuális politikáról szól-e. Szerintem nem az aktuális politikáról szól csak, hanem mindig arról szól, ami eleve, tehát ami hagyományosan van körülöttünk, a hatalom, akkor a szegénység, vagy azok az impulzusok, amik folyamatosan érnek bennünket, és ezeket szerintem meg kell írni, és meg kell énekelni. Úgyhogy ha most éppen ez van, azt gondolom, hogy akkor ez is a dolgunk, hogy összeragasztjuk azt a viszéttört. És összeragasztjátok némileg a Felvidéket is, ha ezt lehet így kifejezni, utalva a szóhasználatodra. Cikincei Fesztivál. Igen, egy jó ötlete volt egyébként. Hát, meg a Palkányi tanár barátjai. Himmler Gyuri, igen. De miért fontos nektek a felvidékieknek ez az értékteremtő, közönség teremtő találkozója? Hát hiszen éjjel-nappal dolgoztok, színpadon vagytok. Még ezt is nektek kell bevállalni, elnézést? Nem, igazából talán pont azért, amiért zenélünk is, hogy szerettünk volna egy olyan fesztivált. Az igaz, hogy azért ötletem volt, de hát csináltuk ezt mi többen, ugyanúgy a Tamás is benne volt. Egy bizonyos mértékben úgy sikerült ezt megcsinálni, hogy többen akarták. És azért akartuk ezt, hogy nálunk is, Fölvidéken is legyen egy olyan fesztivál, ami a színházról szól, a zenéről szól, az irodalomról szól, mert ilyen talán még nálunk nincsen, nagyon kevés van. És ez nagyon fontos, én azt gondolom számunkra egyszer. Valamikor néhány évvel ezelőtt csináltam a feleségemmel egy befogadó színházat. Kíváncsiak voltunk, hogy ott azon a környéken szeretik-e a színházat, és szeretik. Ez is indított arra, hogy csináljunk egy fesztivált, mert az emberek igénylik azt a féle hangulatot, ami mondjuk egy Molière ad, vagy egy komoly zenei koncert ad, vagy egy Gimes koncert ad, amit csináltunk, bármi, szóval ehhez kapcsolódó programok. Tudva levő rólatok, hogy hát minden koncertbe egy kicsit belehaltok. Miből tudtok töltekezni, táplálkozni? És egyáltalán mikor? Nem játszunk nagyon sokat, csak eléggé, tehát aki odafigyel, azzal mindig a koncertjénkre figyel oda persze, és az utazással jár, meg ilyesmi. De azért egyébként, hát lenne miből. Igaz, hogy közben írni is kell dolgokat, aztán igaz, közben fesztivált is, és akkor tehát jönnek ezek a dolgok, aztán dolgozik addig az ember, amíg aktív, úgy gondolom, amíg bír, mert hogy sok szép dolog van a világon, de hogyha valaki azt csinál, amit szeret, az nagyon ritka, nagyon meg kell becsülni, úgy gondolom, hogy meg is becsüljük eléggé. És ettől kevés jobb dolog van. Tehát akkor bátran elmerülhetünk benne, én azt gondolom. Mert hiszen végül is aztán, ha elmegyünk így 20-22 év után 300-500-800 kilométerrel arrébb, és ott összejön 1000 ember és énekli a dalainkat, és együtt tudunk tenni egy csodát, így másfél órában. Gondolom, hogy akkor azt megértem. Minden decemberben csodát tesztek a hagyományos karácsonyi koncerteteken. Idén is lesz, ugye? Várható? Így van, igen. Lesz ott valami újdonság? Tudunk-e elárulni még most egy hónap előtt a nézőknek bármit erről? Hát minden alkalommal szeretnénk azt, hogy nagyon ünnepélyes legyen ez az ünnep. Hogy aki arra gondolt, hogy együtt ünnepel velünk, hogy a karácsonyt együtt tartsa velünk, az velünk is szeretné megünnepelni, akkor mi azt szeretnénk, hogyha ez úgy is néz neki, hogy beleadunk anyait, apait, és hát most is lesz nyilván vendégünk, például Gesztesi Károly barátunk, aki eljön hozzánk, és elmond egy novellát, amit általában Tamás szokott írni karácsonyra. Akkor is szép a dolog, hogy novelláért se kell elmenni nagyon messzire. És
lesz egy gyerekkórus. A Hunyadi László iskola gyerekkórusa, akik hát a karácsonyi dalaikat fogják énekelni velünk együtt, és ettől szemben igen lehet, mintha a gyerekszájból szólalnak meg ezek a karácsonyi énekek. Hát ott leszünk, remélem. Te hiányoltál innen az asztalról valamit, úgyhogy ha megengedett, közben mi intézkedtünk. Úgyhogy fogadjátok ezt nagy-nagy szeretettel. Azt hiszem, hogy az édeset szeretitek. Oh, az csak én. Csak te? Akkor most mi lesz? Mert hogy édes szerintem van benne. Szerintem édes. Én úgy tudom, hogy édes. Úgyhogy fogadjátok. Hosszabb magamban szárazat. Majd a most mondod. Engedjétek meg, hogy ezt átadjam a Rivalda összes munkatársa nevében, de csak egy idézet kíséretében, ami azt hiszem, hogy nagyon találó rátok. Márkéz mondta azt, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, de a boldogság a meredély megmászásában rejlik. És azt gondolom, hogy ti 22 éve ezt a meredélyt másztátok meg, ugyanakkor a hegytetőn éltek már. Köszönjük szépen. Hát, nagyon kedves. Két puszi kíséretében. Köszi. Köszönjük, hogy itt voltatok. Még nagyon sok lemez, nem tudom, hogy most ki veszi el. Majd együtt megisszuk. Nagyon szépen köszönöm. A Teremlakó című dalt hallgathatják megnézőink. Köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk a Rivalda következő adásában is, amikor Esztergályos Cecília és familiája lesz majd a vendégünk. Mára búcsúzunk a színpadon a Gimes a Teremlakóval. La, 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 la. Kérhetnénk vacsorát, szívhatnánk a szolgát. Egyszer lennénk rossz szolgák, ránk fognák a kutyát, járnánk a figurát, az anyád, az apád. Járnánk a figurát, az anyád, az apád. Szeret, ezt adjunk, azt adjunk, füttyentet, hát pattanjunk. Jönnek, mennek az urak, egymásnak osztanak, nézik a fiadat, nézik a lányodat, nézik a fiadat, nézik a lányodat. Néznél szét a termekbe, tedd kezed szívedre, trónon kilovagol, mindent megtehete. Trónon kilovagol, mindent megtehete.
Bécsre hajol, már a templommal olagol, azt ordítja ő az urú, így szeret, úgy szeret, ezt adjuk, azt adjuk.